Rajzolja falra egy dobszerkót, kezdje el rajta játszani, és néhány napon belül lehet akár 230 ezer rajongód is. Így lett nagy sztár a YouTube-on egy táj fiatalember. A videófilmet 2 nap alatt forgatták le. A 29 éves bangkoki zenetanár azt mondja, nagyon könnyűnek tűnik, de egyáltalán nem volt egyszerű megcsinálni. Mindig meg kellett találni a megfelelő pozíciót. Innen ugyanis nem látja az ember, hova is kell ütni. Forgatás közben a rendező mondta, milyen magasra emeljem a kezem, merre mozduljak, balra, majd jobbra. Most egy kicsit magasabbról indítsam a mozdulatot, stb. Így tudtuk csak valószerűen felvenni az egészet, különben csak a levegőben hadonáztam volna össze-vissza. Memorizáltam a megfelelő magasságot minden egyes mozdulat előtt, magyarázta a légdobos. Először nem akartam vele semmit. Egy jó mókának szántam az egészet. Gondoltam, csinálok valami olyat, amit még előttem senki. Egyáltalán nem bánom, ha utánoznak, sőt. Akiknek nincs otthon dobszerkójuk, így is gyakorolhatnak, mondja a thai zenetanár. A légdobos most azon gondolkodik, legközelebb egy még bonyolultabb számot próbál eljátszani, és a rajz is sokkal nagyobb lesz. Különleges kameraállásokból veszik majd fel az egészet. Sőt, az is lehet, hogy egy egész zenekart teremt, krétagitárokkal és krétaszaxofonokkal benépesítve a teret.